Baby Gabi áll mellettem, aki egy hajléktalan koncerten vesz részt. De mi a pontos szereped? Nekem egyáltalán nincsen szerepem, nekem az a szerepem, hogy de van, ugyebár itt mindenki tudja, hogy itt vannak ilyen szép elefántok, szám szerint itt most nincsen 100 darab, de az országban ki van helyezve 100 darab elefánt, és ugyebár ennek a, ezt elárverezték ennek a bevételéből, hajléktalanokat segítik, illetve ha jól tudom, akkor egy hajléktalan szállót. És ott van az egyik elefánton az én arcképem is, mert nekem nagyon fontosak ezek a dolgok, és majd ezt én fogom dedikálni az aláírásommal. Miért fontos ez neked? Tehát miért viseled ennyire a sorsukat ezeknek az embereket? Az én eredeti szakmám, kevesen tudják, de szociális asszisztens, és én nekem egyébként is szívügyem, nem csak a hajléktalanok, hanem bárki, aki más, aki például egy értelmi fogyatékos, egy nyugdíjas, tehát én szociálisan nagyon érzékeny vagyok ezekre az emberekre, és fontos az, hogy mindenkinek adjunk esélyt. Elmondtam ma már egy riportban, hogy volt egy műsor, az egyik csatornán, ahol egy hajléktalan show volt, és annyira fantasztikus volt, hogy valaki esélyt kapott arra, hogy legyen újra háza, hogy legyen újra munkahelye, autója. Ez fantasztikus dolog, és én, hogyha annyit segíthetek, hogy aláírom ezt a szobrot, akkor én már tettem valamit értük. Egyébként még azt hozzáteszem, hogy jó lenne, hogyha több ilyen kezdeményezés lenne, mert akkor reméljük, hogy télen, amikor jön a nagy hideg, akkor kevesebb ember fogja például életét veszteni, azért, mert a hajléktalan szállók már nem tudják őket befogadni. Úgyhogy én nagyon drukkolok, kellene még egy 3 ilyen, és akkor senki nem lenne az utcákon. Remélem, hogy ez sikerülni is fog.